Egyes játék. Férfi és egy nő folytatja. Sokára dobtam meg 10 másodperc. Mert indítottam ugye pont ezt a felvevőt. Lee Chad lesz a jó név. Nem csak az a rossz, hogy ugye... Nézzük a kategóriákat! Írás és béke veletek! TV-ben a játékosok folytatják, itt meg ugye újraindul. Béke veletek! Otthon is annyira ilyen szimbiózisban vagytok, ez jó? Igen, az esetek döntő többségében, ha nem, az viszont a szomszédok is megjelentek. Oké, hát akkor most béke velük. A zsitva toroki az szerintem az 1711-es szabadságharc. A Daytonit nem tudom. A Daytonit nem tudom, és hogyha jól gondolkozom... Kettő másodpercre. Az valamilyen angol történelem, azt gondolom. Lehet, hogy az... Nem tudom, hol tenni a Daytonit. Ezt én sem nagyon tudom. Biztos, ez csak megérzésből. Meg az idő sürget. Tehát a Westfáliai korábban volt, mint a zsitva toroki. Én azt mondom, neked valamelyik ismerős. Egy-két másodperc alatt szoktam megrakni. 20 másodperc. Melyik végén kötötték a legkorábban? Melyiket? Mindig 2 másodperc az átlagom. Minden nap. Valamikor 1000, 2000. Ilyen körül vagyok benne sorrendben. A 2 másodperc átlagban. Éves háború. Én úgy emlékszem, 1648. Zsitva toroki, az szerintem a Rákóczi szabadságharc. De ebben nem vagyok biztos, 1711. Daytonit nem tudjuk. Daytonit nem tudjuk. Tehát elvileg a Daytonit nem tudtuk, tettünk rá pénzt. A Westfáliára valamit tettünk, mert ugye az 1648 az viszonylag később volt. És akkor a Zsitva toroki, az ugye 1711. De ebben most már egyre bizonytalanok. Jó. Kimegy és mi marad? 1995, ez a délszláv válságnak a békekötése. Tehát az egy nagyon korábbi beszélünk. Már mostanihoz képest korábbi időkben.
Ezért 6... A 15 éves háború végét jelentette. Azzal, hogy ritkán vagyok... Ezért 606 Litvatorokja. Mert ugye most attól vagyok, hogy egyetem... Hát ők is elvesztették, meg én is. Ez már egy jó, mert ez egy nagyon késő időpont, tehát a mostasság... Nehéz kérdés volt éve. Ha már tudunk tenni, akkor már úgy érezzük, hogy 1648, attól már régebben még kérdezzenek ezek. De van egy 1606-os, ez volt a baj igazából, hogy összekeverted ezt. Viszont Ádi és Kaki azt kell, hogy mondjam, hogy van, aki pénzzel megy innen haza, és van, aki sok pénzzel megy innen haza, de közel sem rendelkezik olyasfajta tudással, mint csinál. Sajnál. Hát te Ádi kifejezetten egy kicsit. Valamelyik nap még így könnyű van, sorba megrakom. Ezzel is, amiket tudtam, a két csaj kiesett. Los Angeles-t aloktam, hogy ott van nagyon túl 100 milliós városban. Amikor van egy ilyen jó városunk, ráadásul majdnem mindegyik kérdésre exaktul tudja a választ, és akkor utána érkezik egy olyan kérdés, ami valójában nehéz, még azon is eligazodnak, kisilabizálják, hogy hátra, és a szerencse pedig valamilyen úton, módon így elpártol tőlük. Most következik Gina és Éva. Diplomás álláskereső, anya és lánya. Anyukája, lánya, kapcsolat, és én ma veled kezdem, mert hogy te kollégium vezető vagy. Igen, vezető, hogy hívják? Vezető és pedagógus. Igen, és mi tanítasz? Nem tanítom. Nem tanítok, csak a kollégiumot vezetem. Vezeted a kollégiumot, de ez pont elég lehet szerintem. Na megnézzük, hogy játszanak. Nem megyek fel. Gina vagy Gina? Gina lehet. Gina lehet, Gina legyik magány. Jó, amerikai. Jó. Kollégium rakodó? Igen. Az volt egy tipp is. Királyság, lehet igazságos, véres és illegitim is. Igen. De legitim egy tája, aki megválasztja. Nem ilyen. Rövid. Hát azt én sem tudom, hogy itt még nem hallottam. Biztos, hogy rövid. Mert én sem nem hallottam. Bűnközdi királyság. Jól hallott, Ferenc. Milyen a királyság a bűnközdi? Szerintem rövid. Rövid. Igen. Igen, igazságos mátyás volt. Igen, nekem az utatok, hogy majd mátyásról kérdezik. Mi lesz a játék? Majd én kapom. Illegítél meg a szerencsejáték. Oké. Már megint csak 4 másodperc alatt tudtam megrakni. Amiben, igen. Gyere, pakolj te is egy kicsit. 15 másodperc. Nem lesz jó az átlagom. Megválik, hogy ebben az óra? Megválik. Kamera, kamera, fény, tele. Akkor rövid a jó mégis. Jó volt a megérzésem, még másodperc alatt. Elsősorban venni lakást, autót, lakás, lakást, hogy nem megöntjük a pénzt. Eddig a Zala megyei egy vezetnek. Volt rendnek lenni. Nincsen, oké, okay. Pénzünk, jó idő van itt a március. Ezek megdugnak a stúdiót. Öleli a nőket. Jó, 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 születném sokára. Igen, mikor szűnnap? Sándornap. Az mikor? Sándornap. Jó, József. Azért mondom, az édesem volt, hogy igaz, Sándor József. Zsákba hozzák a meleget. A melegeket zsákba hozzák. Itt van az 50 millió forint. Itt van az 50 millió forint. És pezseg a vér, de határon túl, meg pezseg a vér. Határon túl, pezseg a vér.
Egy másodperc alatt sikerült megrakni. Szamba. Meg abból keletkezett aztán a lambada. Már lámpádá. Szembullom bádáé. Szembullom bádáá. Szembullom bádáé. Szembullom bádáá. Szembullom bádáé. Lámpádáá. Lámbadáé, lámbadáé. Ennyire maga biztosak vagyunk, meg elterülünk? De volt csukra ennyire? Nem van csukra. Okay. Nem van mesélhet. Oké. Hát nézzük, mert a szombában mind az összes pénz. Igen. És hát nem tudom, hogy a Riói Karneválon csak szombaiskolát tudtam neki. Egyre tehetem. Itt van még a rumba. Igen, az nem. De az igen, de az nem. Csak igen, de az nem. Így van. Hey, mambo, mambo italiano, flamingo, mambo italiano, sextinto. De szamba jó. Ezt is eltaláltam meg. Jó, oké, hát azt tudom, hogy Gina Matek-szakra járt eskolába. Az online játékosok közül több férfi tudta, mint nő. Egyik nap férfiak 100%, nők 0%. Volt egy nagyon jó barátom, aki szintén Matek-szakra járt, teljesen értelmetlen módon később rendőr lett. A bírságot ki tudja számolni. Ennyi az jó, 50 millió forintot, ami mindig van. Beszambáztunk a harmadik kérdéshez, hogy felhők között nyugtával dicsért a papot, vagy a napot. Felhők között a magasság. Én nem tudom. Vagy nyugtával dicsérjük a napot. Nyugtával dicsérjük a napot. Szerintem nyugtával dicsérjük a napot. Nyugtával dicsérjük a napot, igen. Alkohollal dicsérjük a napot. Nézzük a négy lehetséges választ. Györmoson Sopron. Torna. Szóval. Ezeket tudom, hol van. A kérdős pedig a következő. Melyik megyékben található az ország legnyugatibb települése? A legnyugatibb település hol van? Györmoson-Sopron megyében, Torna megyében, Vas megyében, vagy Szala megyében? Egy perc, elindul az óra. Hát a Vas is eléggé nyugaton van. Zala megye meg Balaton alatt van, hát az is eléggé egy. Vas megye, ezeig megy. Sárvár, hát inkább az van nyugatabbra. Sajnos 4 másodperc, vagy 6 másodperc lesz meg. Győr az egy picivel keletebbre van. Szólna pedig a Tisztántúlóban már körülbelül. Kicsit délre. Igen, még szem. Ez könnyű kérdés volt, remélem jó lesz.
túl lassan raktam meg. Mason 14 így elnézésre, és akkor a 23 millió a Győr Moson Sopron. Igen, elérkezett is, osztottunk. Már hármas alá vagyok a tegyőt. Tegnap könnyű kérdés volt, amit gyerekkoromban kitaláltam. Egy kupac. Szint találtam ki még elsős koromban. Tehát már untam nagyon a egymegymag, meg kétmegymagot. Az hogy ne tudtam volna. Elmondtam Veszprém Cserháton a barátaimnak mindjárt, a belvárosban, a lakótelepen, ahol laktunk. Még elmondták iskolákba, pár nap múlva már hallottam vissza. Nem haszol a legnyugatabbra. Most már tudjuk. Miért 23 millió ezek? Került, hogy ezt megtanuljuk. Tanár, de kollégium vezetés három felé rakta. Ahogy megbeszéltük. Nem járt a iskolába ezek? Én megtanultam. Törik a bőrödbe, tegyed szíve. Megint doktorátussal nem járt a iskolába. Miért kellett három felé rakta? Nincs pénz. Igen. Csak jól nem egyére nem rakta. Hát ez szomorú. Na kizártok valamit, akkor azt kérdezem, hogy az... Doktorátussal megint nem tudtak szinte semmit. Ha így megnézzük a felhelyezkedést... Nem tudom, mire kapják sokan a doktorátust. Annyira kilóka oda. Akkor is ennél doktorátussal egyből kiesett, amit én tudtam. Milyen jó lett volna az alá kizárni? Köszönjük nekik a többi millió is. Ezzel együtt már most, ez nagyon sok pénz. Ez 26 millió forint. Még a vas megvan a tévében. Most megye menthet meg csak titeket. Hát az lesz a jó. Nem tudom a többi remélre. Pazarolják a pénzt, mint a kormány. Az Orbán is sok ide, oda, amoda, csak a szegényeknek nem marad a végig. Mondtam én, hogy vas lesz. Na ugye. Igen. Meg is tartjuk, ne menjetek sehova, önök se azonnal jövünk vissza, folytatjuk. Lehet, hogy reklám lesz. Reklám. Ilyenkor aztán valamikor újraindul a játék, akkor hogy számoljak? A reklámat. De amíg szünet van, mesélek ugye pár mondatban egy dolgot, ami ma volt a tévében, TV2, a tényekben. Egy szegény, beteg csaj, leukémiás modell, 30 év körüli, írta Facebookra, hogy kellene neki adomány ugye a betegsége miatt, mert ugye ez halálos betegség, leukémia. Én barátom is 21 éves korában ebbe halt meg régen, leukémiába. Aztán, micsoda szemét, emberek vannak ebben az országban, férfiak, csaj is ugye kikészült ki, akart, ugye pont ez kell a betegségének a nyugalomány. De a férfiak ajánlatokat tettek neki, hogy küldjön az intim tájékáról képeket, aztán kap 100.000 forintot. Mindenki szexet akart, mert modell. Nem értették, hogy szegény csaj beteg. Micsoda szemét emberek vannak ebben az osztályban. Ha nyernék, akkor adnák neki a pénzből. Én sem vagyok gazdag. De ilyet írni, hogy csak úgy segítenek, hogy szexét cserébe. Hát micsoda emberek vannak ebben az osztályban, meg máshol is sajnos. A vége a reklámnak. És 36 millió forintot, 36 millió forintot is tettek arra a kérdésére. Pedagógus kollégium vezető, nem látott még Magyarország térképet, hol vannak a megyéket. Ezt hogy csinálhat? A testemen át is Robi. Robi. Ő
Robi, de jó. Romi, az nekem annyira az. Romi, Csepet este már. Hol titkos ügynök? Terrorista sejt. Saját féltestvére. Vagy nagy riválisa. Kitalálta, kinézte, az a bejelveszünk. Kitől kell megvédenie a testőrnek a sztár életét, a több mint testőr című film végén. Ez egy nem könnyű kérdés. Tehát kitől kell megvédenie a testőrnek a sztár életét, a több mint testőr című film végén. Egy volt titkos ügynöktől, egy terrorista sejtőn, saját féltestvérétől vagy nagy riválisától. Egy perc. Te láttad a filmet? Én láttam a filmet. És a végén mi volt? A végén a... Láttam én is. Egy másik, egy volt titkos ügynök. Biztos, nem állt, és akkor igen. De biztos a nagy rivális, nem volt nagy rivális a főszereplőnek? A riválisa volt, de egy volt titkos ügynök. A kivalizált a kapcsában. Terroristus együtt. Testvére nem volt? Nem. Az egészet átolhatjuk? Biztos vagy benne? Teljesen biztos vagy benne? Én azt gondolom, hogy a végén a nagy búcsú volt. Én az ő helyig választanám. Milyen nagy búcsú? Egy volt titkos ügynök, nagy rivális. Két szélsőre. Csak én az idő miatt nem osztom meg, mert akkor nagyon rossz lesz az idő. Így is megint 3 másodpercet. Itt, ha máshogy játszik az ember, inkább vesztene. Nem sokára élőben fog kapcizni, valami nagyon jól az orrom. Egy volt titkos ügynök 14 millió forinttal. Nagyon jó mutatásnak fejezik. Csillogra, villogra, mint a stúdióban. Igen. Na, tehát, fizetni, feltetjük egybe az egészet, mert egy volt titkos ügynök, ezt gondoljuk. Melyik volt titkos ügynökre? Kevin Costner. Kevin Costner, és ki volt a hölgy? Whitney Houston. Aki meghalt. Whitney Houston. Az egyik legjobb hangú énekes 24. Hát ezek semmit nem tudnak. Hát most ugye az vagy nagy riválisa, vagy titkos ügynök. Pedig volt egy testvére a filmben. Testvére, nem feltestvére. Nézzük, akkor én nem tettem jó helyre a kettő közül. Saját féltestvére a filmben, az negatív szereplő volt. Bizony. Én próbáltam a játékot, de volt. Én sem emlékszek már rá, mert régen láttam a filmet. Volt titkos ügynök, az a Kevin Costner. Annak idején párszor láttam. Nézzük! De nem egy olyan nagy film, hogy minden nap az ember azt nézze. Azóta se láttam. Saját féltestvére. Úgyhogy ezt most elbuktam. Bizony a film. Vége felé bevallottam, hogy bizony. Hát ilyen is volt. Volt az. Valamikor végigjátszom az egészet. Az egész terve az, mert hallottam az el, hogy bíjas. És akkor soha nem kellett segíteni, csak egy személyi asszisztens. Múltkor 3-an játszottak. Meg akkor mindig volt pénze. Ez a kérdés azért. De meg elosztom, rengeteg idő elmegy vele. Még ha visszanézem magam sem tudom, de jól megy ez, amikor szemétkedek, tehát elbizonytalanodtok? Nagyon! Tényleg jó, jó játszok? 30 év alatt ők adták a legjobb választ. Mai adásban ez, 30 év alatt. Tehát ők újra megnézték ezt a filmet. Mert közben-közben már volt tévében. Saját féltesvére tudtuk az egészet. Mesuranó vagy Vénusz, na meg is jött a Vénusz. Mesuranó, Vénusz. Vagy bolygó. Vagy Vénusz domb, megint. Utkor is a Vénusz domb volt.
intim kérdés. Jaj, de szép kérdés. Választani kell. Kinek nagyobb? Lányának, anyukájának. Besúranó lesz. Raffaello. Rembrandt. Picasso. Nagyon jó kérdés. Ezt már én se tudom. Szépművészeti múzeumból, tehát Magyarországon, mert a franciáktól is fogták el folytani. A Picasso-t is. Meg a izét is. Nem a Leonardo-t, hanem a... Jó, akkor Rafaello. Most a félpercél vagyunk. Nem tudom, már nem aludtam el. Kinek a felsőjét hozták el? A pénzlövészeti múlva. Tudományos adókra, külföldiekről beszélünk. Mert ez pedig nem rég volt. Emlékszek, valami nagy művészét lopták el. De hogy ugye egy másodpercen belül maradjak, nem osztottam meg megint. Mert ez a sok idő elmegy a feledgetésre. Akkor az volt egy ismerős nép, vagy miért? Nem, gondolkodtuk, és föl akartunk kapni. Picasso és Matvárdon maradt. De ha ezt elfogom, akkor legközelebb megosztom. Tudod, milyen vagy most? Ha nem vagy, mint az NB1-es koncertjük, akik elmondják, hogy mi történt a meccsen, ezt mi is láttuk. Én nem mondják, hogy értelmét keresem a dolognak. Jó volt, volt az ellenfélki gólja, utána mi is tudjuk, most döntetlen. Igen, döntetlen volt, most őrkik a szó is szakvállók. De miért emlegetted volna az NB? Mondanám, hogy értetlen át. A lényeg, hogy Rafaello vagy 8 millió, az utolsó pillanatban nem vettük Rembrandtól pénzt. Igen. És Picasso pedig szintén 6 millió forint volt. A fegyem ott van át, hogy az olyan kicsi haját nézé. Ő ilyen, hogy a festészetet? Nem, ő dupol neked jó. Ja, érted? Hogy mit csinálok itt? Jó, hát nézzük, hogy egy is mi marad. A bugyi marad, vagy nem marad. Aztán a Picasso az elmény. Képei 83-ban a helyén maradtak. De azt mondom, megint elbuktam. Ez ráadásul Murphy törvény. Ha felveszem, akkor biztos, hogy nem játszom is. Meg az átlag se jó. Így van ez a hangfelvétel, de akkor sose akar sikerülni, mint az ember felveszi. Képeket után felvásztak a tatarozások, szépművészeti múzeumot tatarozták, és felvásztak. Tolvajon. És értem, az évszázad bűncselekmények után az úgy lehet elvinni. Ő volt a tolvajon. Rembrandt vagy Raffaello képe. Megint elbuktam. Hihetetlen. Nem szoktam ilyen sűrűn elbukni. 8 millió forint. Két három pár kiátszik, hogy elbuktam. Nagyon fontos, hogy 4-9-3 perc múlva, és még három kérdésünk van. Tehát ha jól számolom, akkor félre elvileg milliómosnak kéne lenni. Azt írták ki, 73 játékosnak megvan még az 50 milliója. Három kérdés, a következő kérdés témakör egy későn érkező, vagy retro? Későn érkező, vagy retro? Szerintem a retro. Jó, retro? Retro. Én is úgy szoktam menni, hogy végig viszem. Ha már látó, ott kis pontos volt van, ha már. Meg a Petróleum, látva, és a
Mégis, melyik magyar sláger eredeti albumra rögzített változata a leghosszabb? Oh. A Bokisportos, az Omegától a Petroleum Rampa, vagy az Ergótól a Bombázó. Egy perc. Irány. A Petroleum Rampa milyen szépen engedem, nem tudom, hogy nagyon sokat énekelni. Ez igaz, is elég hosszú, hosszú volt. Hosszasan elmeséli. Bombázó sem volt hosszú. És az Ergó a Bombázó, én azt nem igazán tudom, hogy mi az. Mit zárjunk ki? Bombázó. Petroleum lámpa. Milyen szép a lánya. Nem. Hát azt eléggé húzták. Melyik magyar sláger eredeti albumra? Kurtis Kultus, hol van a már? Minden csajjal beszélni kéne már. Ezt ők se tudják, de én sem osztottam meg, mert hogy fogok. Hogy ez egy nagy talány. Én szerintem, ha én vagyok a, ilyenkor a játékos, én megpróbálom megfogni arról az oldaláról a nótákat, hogy ki mit képviselt. Tehát milyen ideológiák, mit vallott zeneileg. Komár László, Magkis Kócos, hát a Komár Laci az egy olyan csávó volt, én ismertem, hála jó Istennek, halál előtt találkoztam még vele, és dolgoztunk együtt egy párszor. Ez az ilyen, gyerünk, csináljuk meg, gyorsan, gyerünk, gyorsan, csináljuk meg. Tehát egy olyan figura volt, mesélet. Egy sztorit mesélet, egy olyan figura volt, aki ilyen hűbele Balázs, gyerünk, javjuk. Az akkor egy ilyen boldog, az Ergó az megint. Szóval az Ergó Bombázón nincs pénz, azon az Ergó Bombázón, ahol Szikora Robi egy dalban, egészen talán az ősember barlangba születésétől eljutunk a jövőbeni emberi énekhez. Tehát mindent elmond. De az Ergó is gyorsan el szokta találni. Az Ergó az olyan nekem filmben, Omega szokta húzni nagyon a zenei. 3-4-5-6 perces a nyitás, a többi. Minden van a nótában. Viszont ő kimaradt. Ők az Ergót kihagyták. Pont kis kócos punci, hol van a mamád? Petróleum Lampa az 3 perc, 20 másodperces óta. Hát sokféle változatban hallottam, nem tudom, hogy adom, ahogy van. És a rádió barátnóta. Azt nagyon szerették. A kérdés az, akkor ezt egy mazis elmond. Komár László, mond kis kócos. Ezt nem lehet így kitalálni. Melyik egy picivel hoztam, ezeket mind szoktam énekelni, de így nem tudom. Akkor lehet, hogy a Bombázó lesz. Ilyen nincs, hogy folyton elbukom másnak. Ők is elbukták az anyja meg a lánya. Ráadásul a Bokis Kócos az egy ilyen, ez ilyen visszatérő motivumokból álló 2 perc 20 másodperces nóta. És aztán 4:39 az Ergó Bombázó, minden van benne. Ergó Bombázó. Azt nem lehet megoldani 3 perc alatt egy Ergó nótát. 4:30, pedig annak is vannak sok rövid. És Komár Laci nem ugyanaz, pedig aztán ha valamit tudott, akkor így jobb bűvölő meg, se többi. Gina, Éva, nagyon sajnálom a vége előtt, így mindenki találkoztunk. Én a következő pár őt is elhúzta. Vince és András jó egyetemisták. Ők sem nagyon szoktak szerepelni az egyetemisták jó. Egy-kettő volt, akiknek ment. Ezeket a modell ügynökség küldött ide hozzá? Egy kicsit. Szóval volt. Azért voltam kicsit baj, hogy Vince András, mert nekem van egy Vince András. Azért, mert nekik való kérdések voltak minden 20 évesek. És mind a ketten focisták voltatok, vagytok? Igen, én még aktívom. Ó, foci, ne legyen a szentfelek. Se a kártya. Hát most jelenleg edzősködöm, illetve hát egy sportjárt. Megint elbukom. Nekem szóval annyi idős vagy? Igen, 22 éves.
Na most elkezdesz edzősödni? Igen, hát úgy éreztem, hogy a labdarúgást már nem tudnám olyan szinten csinálni, hogy érdemes megyen. Fejtjön, nem vagy a jó focista? Mondhatjuk így, és csak úgy rosszabb. Én 15 évesen tudtam, szembesültem vele először. És kicsit, nekem egy kicsit rosszul esett, amikor rájöttem, hogy hülye vagyok ehhez, és nem lett ebből pénz. Valamennyire eljutok egy szintre, de hogy látom. És sokat sportoltam, mindig az volt a mondásom, ha már arra van időm, hogy nézzem, akkor inkább csinálom magam a sportot, akár is, kapuci, haúszás, feledzés, itthon, stb. Fiúkon mit nézzek? Sok területünk van. Sportfogalás. Na, az biztos, hogy sok van, mindig van valami aktuális. Elmentek reklámra, nem kezdték el. Sarka kataküzben. Pille, az én nevem, az én nevem. Kukorica, kasszás erz. Az megy a tévére. Gazebo haverom, amíg megy a reklám. Ő is szokott lájkolni. I like Chopin, oh, in another game, oh. Ez tényleg. Nagyon szerencsétek, kezdődjön az 50 milliós játék. A nézők srácok az első. Tudjátok, a kiszínes, az ötös, ez az első olyan kérdés, amikor még a oldalnál mondják, hogy meg kell melegíteni. Tehát 8-4, amikor kezdődik a barnyogok ilyenves, és nyugod az első. Mi az első megérzés? Hát a kiszínes. Kiszínes. Kicsi meg város. Nagyon kiszínes. Kiszínes. Kiszínes, ötös. Kiszínes. Ökölvívás. Cselgács. Örülök neki. Birkózás. Gyerek, nekik való kérdés. A legelején. Nem tudom, ennek örülünk-e, hogy nem. Nyilván most örülünk, de ezt kapja nem volna később is. Szétjük meg! Melyik sportban jelzi egy versenytő felkészültségének fokát az övének a színe? Az ökölvívásban, a cselgásban, a golfban vagy a birkózásban? Cselgásban, a citromsárga jövesben jutott. És a citromsárga? Citromsárga jövő van, cselgásban. Neked? Nekem. Tényleg? Olyan. Isten mentse azt az embert, hogy mi akarsz megvédeni azzal az övetre. Onnan is visszavonultál? Igen. Nem is visszavonult. Oké, akkor eddig a karriered ez volt, csak hogy elkezdtél hatni, aztán visszavonultál. Nem így van, nagyon rossz mondjuk így. Sergács az jó lett. Kicsit késik az interneten az ablak. Ez egy ilyen szállóigen. Már valamikor az új kérdés van, még akkor csoportnak. Semmi kopott. Nem így csíp azért, ne. Teljes félre. Elérteni félre meg, hát most. Én az azt, hogy kicsi fogom, hogy ide. Nem azt akartok egy csoportni. Másfajta kapcsolatunkban. Legalábbis én aki biztos, ez biztos. Bajom. Nem, nincs se semmi szállóigen. Te mondod neki, hogy ő mondja neked. Ő szoktam. De nem nekem. Csak nem tűnik el. Ha lassan a következő kérdésünk, de még az ablakok könyv van. Komoly szerepetek lehet a médiában. 50 millió forintotok van még! Megyünk tovább, hogy egy kérdés! Forró nyom, lelet! Hát már a következő kérdésről lassan is tudom. Forró nyom, az, amit nyomozom. Nézzük a kérdést. Melyik város rendőrségén dolgozik Kalambó hadnagy? Nem aki korosztályozik a Kalambó hadnagy. New York-i, Los Angeles-i, Dallas-ban, vagy esetleg San Francisco-ban. Egy perc. Elindult az óra, mikor is adja. Először a Dallas. Dallas ugrod be. New York-ban nem. Nem, nem New York. Azt zárjuk ki, jó? Megyünk Dallas-ra. Jó, akkor ezzel Dallas-ra legyünk. Jó, nem tudom, Dallas nem ugrik be, a Dallas sorozat meg. Nem
New York, se annyira, lehet, hogy Los Angeles, San Francisco-ban, meg az a másik San Francisco-i sorozat meg. Nem tudom, hogy biztosan. Jó, ott mennyi van? Hát itt most 8. Los Angeles, 24 másodpercje vagyok. Vagy New York. Ez is sikerült egy másodperc alatt megrakni. Sokára tűnik el a kék. Nem lehet tudni, mikor tűnik el. Az egyetemisták elosztották három felé. Nem, ez a zsebünkbe fogjuk. És ha ezen 10 millió van, akkor ezen 22 millió van, azaz Dallas-ok. Dallas-ok fog kettőt raktak. Az ember néha már ilyen... A Dallas-ok megmarad a Ewing-géknak. A Ewing családnak. Bobby meg Jockey nem tűri meg maga körül a konkurenciát. Dallas nem jó. Kiderítenek és felderítenek. Kalambó hadnagy sajnos... Dallas-ban nem tevékenykedik. San Francisco 18 millió, Los Angeles 10 millió, nézzük, mi megy és mi marad. Katya marad. A San Francisco az pedig megmarad az utcáig sorozatnak. Már azért játszódott ott egy-két sorozat. San Francisco is ugrott. Keleti vagy nyugati part, ez a kérdés. Egy dolgot hozzáteszek viszont. Két város között egyetlen egy nagy különbség van, sok minden nagy különbség van, de van egy fontos, az időjárás. Itt van hideg, ott kevésbé van hideg. Kalambó hadnagynak mi volt a jellegzetes? A nagy balókabátja. A nagy balókabát. Hát annak télen nyáron balókabátja volt, az nem volt semmi. Nyomozóknak régen az volt a divat mindenhol, hogy balókabát. Az nem volt semmit az időjárásra. Ez tényleg nyáron az volt, a Karoletól. Na mi marad? Így a balonkabáta, húzzuk vissza a férjét! Ez a férjét se jobb tanult, se adnám, hogy férjét se jobb tanult. Los Angeles, jó van. Egy másodperc alatt 50 millió. Tegnap is így ment, egy-két másodperc alatt. Ezzel a kérdéssel 96 milliárd forintot tartalékot. Ez nem sikerült jól ez a kérdés, elég sok mána elment. Strófa és középkor. Középkor. Nem szeretjük a középkort? Strófa valami verset szeretnél esetleg. A középkor szeretnél. Strófa középkor. Akkor egyiket se szeretnétek? Akkor egy minusz nem maradhat a megállánynak, hogy jöttek. Legyen. Jó, közép. Közép. Legyen a középkor, jó. Irodalomból cikin meg, igen. Gutenberg nyomtatni kezd. Mohamed futása Medinába. Első keresztes hadjárat. És első európai pestis járvány. Melyik volt erő? Vagy a pestis járvány, vagy a... Nézzük a kérdést. Melyik középkori esemény történt? A legkésőbb. A legkésőbb. Az első keresztes hadjárat, vagy az első európai pestis járvány. Egy perc, Pince és András, Music, gyerünk. Mohamed az valami megszállás fiam. Hát akkor vagy ez, hogy ő. Vagy a Gutenberg. Késő, a legkésőbb. Vagy a pestis járvány. Ez a kettő. Hát mindegy, én nyomtatni kezdtem. 1492-ig tartottak ezt egy korolyatra, amelyik a felfedezésség. Tehát, hogy 1500-ig kapunk, szerintem közel lett valahogy a végét. Már csak 10 milliójuk van az egyetemistáknak. Most kezdték a játékot. Aztán még hol a vége? Keresztes adat, sokkal több, mint a testis járvány, ezt nem tudom mindenki.
biztos, hogy fogtok veszteni. A kérdés az, hogy tovább jutok-e egyáltalán. A kérdés az, hogy mennyi. Az egészen. Csak egy rész. Így millió elvesztés. Az zsármány az 1540 körül történt. Az első keresztes hadjárat, az első keresztes hadjárat az 1096 és 1099. Orbán pápa, mint Orbán Viktor. Megtámadta az arabokat. Az első Orbán pápa is. Tehát nyomtatni kezd, még az megvan nekik is, meg nekem is. Nyomtatni kezd. Igen, ez lett a jó. Megmaradt megint az 50 millió. Egy másodperc alatt megmaradt. Itt kéne ennek menni. Mint ahogy máskor. Sajnáljuk Gutenbergbe tettetek pénzt, megmaradt 6 millió forint. Oké, okay. Szerintem kimaxoltuk ma ezt a dolgot, tehát azért ez 1 millió forint pedig zsákban. 6 millió van, 5 kérdés. Nézzük, témaköröket kérek szépen. 80 és VV. Valami rövidítés, mint a www.worldmindben. Megfelem. VV szerint. VV. Legyen a VV. VV. Tudtam, hogy olimpia lesz. Úszó EB. Nekik való. Labdarúgó EB. Labdarúgó VV. VV. Mi lehet a VV? Figyelj, megmondom, mi a VV. Lássuk. Mi a sportesemény hivatalos dala volt, Sakira Faka Faka szívű slágere? Faka Faka nyári olimpia, úszó EB, labdarúgó EB vagy labdarúgó BB? Egyben. Pont azért a BB, mert Faka Faka ilyen afrikai ritmusok volt. És még a Dél-Afrikában volt. Ha volt a BB. Így van. Nagyobb vagyunk, tesszük. Hát én is arra tippeltem, nem úszom meg ide. Ezek az amerikai néger sztárok. Ilyeneken szoktak riszállni. Az amerikai focikon. Egy világbajnok. Megtekert. Hogy hívták azt a nagy? Huzela, Huzela. Te jó Isten, hogy hogy idegesítettem őket. És hogy idegesített a focistákat? Na jó, hát akkor ebben biztosak vagyunk. Hosszú Katinka és húszott rá, azt mondja. Nem húszom az időt. 6 millió forint a labdarúgó végén. Majka lépett föl. Itt van még a labdarúgó ebé. Üres poharak az aszfalton. Néha belerúgok. Az ebé az Európán. A vaka-vaka az olyan belgás, nem? Olyan, mint azt tegyél a bomzsidakot. Nézzük! Vövő vagy evő? Ez is jó lett. Hozzam állnál! Egy kicsit behúztam azt, hogy pár szó hirtelen elveszett pár játék után. Itt szokott ez menni. Igaz, hogy ez nem jó, az 55 másodperc. Németország! Igen, brazilokban játszották a döntőt. Igen, Németország. Biztos, hogy a brazilokban játszották? Csak hogy most már vége van, mert 20 óra 49. Még hátra van négy kérdés, most egy kicsit változni fog a játék. És ugye nyilvánvalóan nektek ez valamilyen szintes segítség, és ezt kevesebb helyre kell tenni a tőkkevésbéket szintosztani. Még 6 millió forintotok van, viszont most tente, baba, tente. Azt hívára vinte meg az adrás, és onnan folytatjuk ezt a játékot. Örülök, hogy itt van a szerep. Örülök, hogy is szépen a figyelmüket. Tente, baba, tente. 6 milliójuk van. Meg 4 kérdés. Hát
és abból már nem sok fog maradni. Magyarország nagyon gyengén teljes. De még kíváncsi vagyok az eredményemre. Már nem volt jó az átlagom, de néha jöttek meglepetések. Nem volt jó az átlagom, mégis jó voltam. Valamit meg nagyon játszottam, két másodperc alasztam, mégse ezredik lettem. Ettől is függ, ugye mások hogy játszott. Hát ma nem írják ki, hányadik lettem. Úgy látszik, talán nem vett jó az eredménye. Az ugye párszor elbuktam. Ez volt a tegnapi, tegnap is el lett jó, mert 4557 még sose voltam. Kettő másodperces válaszidővel pedig. Másodikán, márciusban átlagosan egy másodperces idővel 3158-adik lettem. Március 3-án kettő másodperces válaszidővel is csak 2569. Itt pedig 5030-adik lettem a 630.000-ből 3 másodperces válaszidővel. 2 másodperc 2745. Ezt tesz egy férfiak men 100%, még a woman 0%. És akkor egy másodperces átlagidővel 3558-dik lettem csak. Hát nézzünk bele gyorsan az előzőekbe. Itt átlagosan 27 másodperce 1490-dik lettem. Elosztottam több felé. Itt pedig 2204. lettem 20 másodperc, amikor elosztogattam. Tehát az sem volt itt. Nézzük tovább. Ez egy 210-dik lettem 27-ben.
felé felbuktam. Tizedik játszma. Háromszáztizennegyedik tettem, ez már elég jó arány. Tizenkettő, 314. Férfiakat, a 7 nő, 37. 271. lettem, 3 másodperc. Férfia. Egy két gyönet vált a szem, és ezt nem tudták. Los Angeles nem tudták a csajok. És itt vagyok én régebben.